Na és hát annyi kirándulás után végre újra itthon, ugye megjártuk közösen Brüsszelt, megnéztük, hogy milyen az a város, megnéztük, hogy milyen az EU, és megnéztük, hogy mi van a 13-as irány elvel, és miközben ezek az adások egymás után mentek ki, mi Dórával megjártuk Portót is, hogy megünnepeljük, hogy 10 éve vagyunk együtt, mert hogy 10 éve vagyunk együtt. És nem tartom kizártnak, hogy valamelyik adásban majd be fogok számolni a portói tapasztalatokról, bár alapvetően már meséltem nektek a városról, amikor Robival voltunk ott néhány évvel ezelőtt, szóval a főbb látványosságok abban minden esetre benne vannak, de azt gondolom, hogy ha kerestek egy olyan helyet Európában, ahol romantikus kettesben tudtok lenni, úgyhogy nincs nagyon elkoptatva minden látványosság, bár ez hülyeség, mert a látványosság az mindig baromi jó, de minden esetre, hogy minden utcasarkon meg tudsz egy kicsit lepődni, mert annyira más közeg, annyira más világ, akkor Porto erre egy szuper jó célpont. A mai adásban azonban nem erről fogunk beszélni, hanem arról, hogy hogyan készítsél selfit, hiszen van ez a sorozat a Huawei-jel közösen, aminek az a lényege, hogy hát körülbelül 9-10 részen keresztül minden egyes adásban előveszünk valamilyen témát, és valamilyen menő fotós, fotóművés segítségével megpróbálunk elmélyülni a témában, néhány igazán jó tanácsot adni azzal kapcsolatban, hogy hogyan érdemes mobillal fotózni, hogy hogyan tudsz igazán fasz a képeket készíteni egy telefonnal. És ebben a sorozatban az én segítségem a Huawei P30 Pro lesz, amit egyébként meg is lehet nyerni, hogyha részt veszel majd a játékban. És a játék tök egyszerű. Ott van az epizód, abban elmondja a menő fotóművész, hogy hogyan is kéne jó képeket készíteni. Ez alapján el kell készíteni egy képet, amit aztán fel kell tölteni az Instagramra a megfelelő hashtagek segítségével, amik mindig ott vannak a videó alatt. Miért így mutatom? Inkább mutatom így. És aki az összes epizóddal kapcsolatban feltölt valamilyen képet, ami ráadásul jó is, mert hogy egy szakértői zsűri majd megvizsgálja a végén a kérdést, az megnyerheti ezt a telefont, viszont ne dumáljunk tovább itthon, hanem induljunk el, és merüljünk el a, hát nem azt mondom, hogy a selfie készítés rejtelmeibe, de majdnem. Igen, Hegyi Zsolt segítségével ugyanis el fogunk merülni az önportréban, ami majdnem olyan, mint a selfie, csak mégis teljesen más, és majd el fogja mondani, hogy milyen világ választja el ezt a kettőt egymástól, de hogy hogyan lehet ezeket a világokat közelíteni, hogy valami értékeset tudjunk létrehozni. Na gyertek! Végre személyesen. De még nem találkoztunk személyesen? Én ezen gondolkoztam, hogy annyit voltunk kapcsolatban egymással, hogy volt ennek egy ilyen személyes blokja, vagy nem, sem? De... Ott nem ennyi, ott kutyaszar lehet. Jó. Lehet mobillal érdemben fotózni? Persze lehet. Tehát a Gárdi Balázs szoktam ugye mondani neked is mondtam példának, hogy a Gárdi ugye elvitte Afganisztánba az iPhone 4S-esét, és ott csinált úgy anyagot, hogy aztán az a WordPress foton is szerepelt, és alapvetően egy teljesen értékelhető anyag volt, sőt, a mobilnak megvan az a nagy előnye, hogy nem változtatja meg a szituációt, amibe vagy. Vagy nagyon jelent? Minimálisan. Tehát nem befolyásolja az embert, nem kezd el tudod így viselkedni, hogy most akkor engem fotóznak, akkor most hogy áll a hajam, vagy nem tudom, hanem teljesen közvetlenül van veled, mert hát jó, hát egy telefon azzal ő is fotózik. Akkor mi a lényeg, hogyha az ember megismeri a korlátokat, akkor tud igazán jó fotózni a mobilnál? Mindenféle, minden eszköznél. Nem csak minden a mobilnál. Eszköznél. Tehát hogy a legelső az, hogy ismerd meg, hogy mit tud, hogy hol van a határa, túl lehet menni azon a határon, de akkor tud, hogy mi fog történni, tehát hogy tud, hogy akkor tele lesz zajjal, az sem biztos, hogy baj, ha te azt tudatosan használod. Ő pedig ott mögötted Demeter, igaz? Igen. Hogy ő az, aki valamelyest behúzott téged a fotózásba? Abszolút, tehát ez a 90-es évek eleje, és én az ő Samesza voltam, tehát neki segítettem a fotózásban. Ő egy Kossuth Díjas fotográfus volt, a Nemzet művész és mindenféle címekkel ki volt tüntetve, de ez nem érdekes. Az érdekes az, hogy nem nagyon tudsz olyan területet mondani, amit ő nem művelt volna, de azért a fő csapásvonal az a csendéletek voltak, az aktok és a portrék. Hát az archívum az több mint 200 ezer negatív, de ezek ugye a papírkópiák, egyelőre még rendezés alatt. Mi az, amit megtanultál tőle a portréfotózásról? Ha lehet ennyire egyszerűsíteni a kérdést. Hát tulajdonképpen lehet, hogyha nagyon akarom. A portréfotózásnak a lényege, ahogy ő dolgozott, ugye én azt láttam. Amikor elmentünk fotózni, az első mindig az volt, hogy még otthon, hogy ő utána nézett annak, hogy kit fog fotózni. És úgy mentünk oda, hogy volt egy képe, hogy ez kicsoda lehet, micsoda lehet. Nem volt nagy szett. Ez is egy fontos dolog volt, hogy nem úgy jelentünk meg, hogy 63 lámpa, és akkor mi most itt fotózni fogunk. Beállította, amit akart, és utána elkezdett beszélgetni. Kezében volt az exponáló zsinór, és ő, amikor ő gondolta, akkor ő fényképezett, de nem volt
az a tipikus helyzet, hogy a fejed előtt a gép, és akkor én most majd fogok valamit csinálni, és majd oda mozgok hozzá. Mert ez kizökkenti az alanyt? Mert hogy az alany akkor stressz helyzetbe kerül, hanem minél inkább megpróbáltuk a saját környezetében megmutatni, és a saját habitusát megmutatni, ehhez pedig az kell, hogy ne zökkentsenek ki abból, amiből te, amiben te élsz, vagy ahol te létezel. És akkor te is elkezdsz egy portréfotózásra is foglalkozni, vagy te milyen irányban indultál el? Engem is a legfőképp a portré érdekel, ezen belül is az önportré egyébként. Szerintem az egyik legfontosabb dolog mindenféle alkotási folyamatban, hogy saját magaddal legyél tisztában. Én különbséget teszek selfie és önportré között. Ott a selfie az más céllal készül. Ott nagyon fontos az, hogy legyen valami híres ember, vagy valamilyen híres helyszín, vagy valami, amit be akarsz mutatni még magadon kívül, és ezt a viszonyrendszert akarod megmutatni, hogy én ott voltam. Ez teljesen más, mint az önportré, ahol egy állapotjelentést adsz tulajdonképpen saját magadról, hogy velem mi van, vagy én ki vagyok, vagy én hol tartok a magam útján. Én egy picit haragszom is az Instagramra, meg haragszom az összes ilyen képmegosztó helyre, meg Facebookra. 10 másodperceket töltünk egy fotóval, tehát alapvetően nem is nézzük meg igazán mélységében azt, hogy az a kép mit ábrázol. És hát igen, ott alapvetően arról szól a történet, hogy azt mutatom, hogy én létezem, és hogy mennyire happy vagyok. De ez a kép általában hamis. Tehát, hogyha az önportré vagy a portré tekintetében nézem, akkor ezek a munkák használhatatlanak. De van értelme mondjuk a selfie-t eltolni az önportré irányába? Tehát, hogy jobb hely lenne a világ, hogyha az Instagramon több önportré lenne, és őszintébb lenne. Tehát én mindenkinek azt mondom, hogy ne féljen attól, hogy ő szomorú, vagy ne féljen attól, hogy épp komoly arcot vág. Nem kell mindenben rögtön levenni azt, hogy nekem most milyen jó az élethelyzete. Portrénál mi a lényeg? Egyrészt legyen fény. Tehát azt meg kell nézni, hogy honnan jön a fény. Ha ellentétesen állok a fényel, tehát mögülem jön a fény, akkor alapvetően probléma lesz vele, hogy be fog égni az egész háttér. Ő próbál rám mérni fényt. Na most ezzel jó kiszúrtam vele. Olyan bakikat ne csináljunk például, hogy mondjuk kijön a kémény a fejünkből, mert mondjuk ez egy fontos kérdés. Hát és aztán ugye a probléma minden egyes mobiltelefonnal az, hogy egy nagy látószögűnek mondható objektív van benne, ami azért kérdéses, mert torzítja a képet. Nagy orrod lesz, kicsi füled. Olyan kis agresszív fejed lesz tőle, hogy így az állod, így megy kifelé, és akkor így csinálsz magad. Ilyen képet, na most hát, igen. Minél távolabb tartod a kezed a kamerával, mondjuk valamennyit, akkor ezen úgy azért kiküszöbölsz. Kedves nézők, én vállalom, hogy ilyen vagyok, oké? Aki nézi a csatornámat, tudja, hogy az elmebetegség tőlem nem áll távol, és erre biztatok mindenkit, legyetek önmagatok, legyetek bátrak, és csináljatok magatokról akár idióta felvételeket is. Ugye alapvetően lusta ember mit csinál? Fogja a telefonját, és állóban fotóz. Én azt mondom, hogy nyugodtan használjuk úgy a gépet, hogy elfektetjük, tehát fekvő formátum. Miért jó ez? Mert a környezetből is adunk. Nem azért, mint ahogy a selfie-nél van, hogy most megmutassuk, hogy mi épp az Eiffel-toronynál vagyunk, hanem azért, mert a környezet azért jellemez egy embert. A portrénak egy alapvető kérdése az, hogy játszol a fényekkel. Tehát, hogy egy kicsit mondjuk elfordulsz a fénytől, akkor már térbelibb lesz az egész. De ez mit jelent, hogy árnyékok kirajzolódnak az arcon? Hát igen, nem egy ilyen kiégett valamit kapunk? Hát egyrészt nem egy kiégett valamit, másrészt ugye, mint forgástest, tehát hogy van egy térbelisége az arcodnak, tehát magyarán az árnyékoknak és a fényeknek a változásával, bár itt most ezt ugye nehéz megmutatni, mert baromi sok fény van, ahhoz képest amennyi, de látod, hogy ez az oldalam sötétben van, ez az oldalam jobban világosban van, tehát térbelibbnek érzed magát azt a tárgyat, mint hogyha frontálisan szembe világítod, és az egész egy lapos valamivé válik. Vivian Mayer, aki egyrészt a street fotografinak mondható megteremtője, nem szeretem ezt a szót, de használjuk, utcafotó, szociografikus fotográfálás, de ő nagyon sokat dolgozott úgy, mondjuk itt van akár a hátoldalon is rögtön egy kép, hogy ő maga szerepel a képen, saját magát is belekomponálta abba a képbe. És ez azért is izgalmas, és ezért mondtam, hogy nyugodtan használd azt, hogy a telefonodat is rakd akár a hasadhoz, mert egy más nézőpontot ad az, hogy innen fényképezek, és nem innen fentről. Ez is egy önportré,
attól még, hogy maga a személy nem látszik, de az árnyéka igen, és nyilván ott van abban a tükröződő gömbben azért ő saját maga is. Azzal teremt hangulatot, hogy ott van a kis szatyra, ez Budapesten készül, banyatank lenne, ott van egy újság, a Time magazin, és baromi izgalmas, hogy saját magát bemutatja, de közben ad egy utcaképet is, és hogy viszonyul egymáshoz az ő saját maga ábrázolása, és a többi emberi, és hogy mindegyik egy szituációban van benne, mindegyiknek megvan a maga története, ahogy ők nézik a kirakatot, ahogy ő saját maga itt áll, ahogy ők mennek tovább, és ez az egész ettől lesz dinamikus, hogy a tekinteted vándorol a képen. És akkor itt mi az, amit látunk, amire figyeltél, miközben készült a kép, és amire mindenkinek érdemes figyelnie? Egyrészt arra figyeltem, hogy megpróbáltam nagyjából beállítani azt, hogy a függőleges legyen, a viszintes, ne legyen benne túl sok csáliság. Ha ezt például az Instán akarnám megosztani, akkor annyit módosítanék rajta a nagyítással, ugye, mert az nem egy olyan nagyon nagy vasszizdasz, hogy lehagyjam ezt a kis fehér izét onnan, tehát mondjuk ez ebben a formában szerintem egy vállalható kép. Egyrészt ugye mi volt a cél? Az, hogy benne legyen a Demeter, benne legyek én. Demeter fekete-fehérben van, én ott vagyok színesben. Nyilván érzékeljük, hogy mi van, hogy ez már róla csak egy portré, de ettől függetlenül egy viszonyrendszert is kialakít, az, hogy őt tettem fölülre és magamat alulra, és ezzel az egésszel, mint kettős portré, játszik együtt itt ez a Shiva szobor, ami neki egy kedvenc kis szobra volt, tehát így tulajdonképpen ez egy ilyen tiszteletadás, mondjuk Vala Demeternek. Hello! Szia! Na hát ez a mai rész ez ennyi, és tudjátok, hogy aki a sorozat minden része után küld egy olyan képet, ami valamelyest reflektál azokra a tudás morzsákra, amiket itt megpróbálunk elszórni, szóval, hogy felhasználja a videókban szerzett tudást, és feltölti azt az Instagramra a videó alatt található hashtagekkel, az a sorozat végén esélye nyerheti meg ezt a Huawei P30 Pro-t, szóval még egyszer nincs más dolgotok, mint felhasználni az itt hallott tudást, és ez alapján készíteni egy önportrét selfit, amit aztán feltöltötök az Instagramra, és odarakjátok mellé azt a két hashtaget, ami ott van a videó alatt természetesen. A sorozat minden részére kell valamilyen módon reflektálni Instagramon, minden részhez fel kell tölteni egy-egy fotót, aki az előző részből kimaradt, az még megteheti, hogy oda is feltölthet valamit. Nagyjából ennyi, holnap megtalálkozunk. Sziasztok!